Sziasztok, Anzsi vagyok. Képzeljétek el, ma voltam vásárolni, és találtam egy kis savanyú káposztát. Nem olyan könnyű ezt itt beszerezni, és hirtelen úgy gondoltam, mikor megláttam, hogy de jó lenne enni egy kis rakott káposztát. Ezért most ezt a receptemet szeretném veletek megosztani. Remélem tetszeni fog nektek is, és ki fogjátok majd próbálni. Nézzük, hogy hogyan is készül. Ami nekünk kelleni fog, az egy jó kis pörkölt alap. Kelleni fog egy kis kanál petrezselyem, egy kis kanál bors, egy kis kanál só, egy leves kocka magához a pörkölthöz, fél kiló darált hús, ez most disznóhús, és én már le is öblítettem, fél kiló savanyú káposzta, egy bögre rizs, bármilyen bögrét lehet használni, ez egy ilyen 2,5-3 deciliter közötti bögre, két bögre víz a rizs főzéséhez, egy leves kocka is ehhez, és egy kis vaj, majd a forma kikenéséhez, és a rétegek közé egy pár darab vajkockát fogok betenni. A legelső dolog az, hogy a pörkölt alapot visszatesszük a gázra, megvárjuk, amíg egy picit visszamelegszik, vagyis én megvárom. Eközben felteszem a rizst is főzni. A rizst mindenki máshogy főzi, én csak belöntöm az edénybe, és ráöntöm a vizet. Amikor a víz felmelegedett a rizsben, akkor fogom beletenni majd a leves kockát, és ezután hagyom, hogy felforjon, majd ha felfort, elzárom a gázt, és fedő alatt tartom, amíg teljesen meg nem puhul. Szerintem ez a legegyszerűbb megoldás a rizs főzésére, szóval most már visszamelegedett ez a jó kis pörkölt alap, beletesszük a húst, kicsit összekeverjük, majd felöntjük kb. Egy bögre vízzel. Hogyha ez is átmelegedett, akkor ebbe is beledobjuk majd a leves kockát és a fűszereket. Most már láthatóan felmelegedett. Úgyhogy beledobáljuk a fűszereket. A rizs is felmelegedett, úgyhogy ebbe is beletesszük a leves kockát. Egy bögre rizshez általában elég egy darab leves kocka, vagy egy evőkanál ételízesítő, ennél több nem is kell bele. A lényeg az, hogy ha leves kockát használunk, akkor az hajlamos darabosodni a rizs között, úgyhogy nagyon jól el kell kevernünk. Most lefedem a húsit, és körülbelül 10-15 perc alatt készre fül teljesen, de közben figyeljünk oda a víz mennyiségre, nehogy leégjen. Tehát amikor a rizs ebben az állapotban van, hogy már így fortyog, akkor elzárom a gázt, és már csak annyit teszek, hogy lefedem, és hagyom, hogy puhuljon addig, amíg a hús meg nem fő. Amikor már majdnem kész van, akkor bekapcsoljuk a sütőt, és kivajazzuk az edényt, amiben majd belerakjuk. Vagy a liénait, vagy bármit, amiben majd beletesszük ezt a kis ragut. 200 fokon szoktam sütni, mivel a rizs is majdnem teljesen meg van főve, vagy teljesen meg van főve, a hús is meg van főve, és igazából egyedül a káposztának kell egy kicsit megpárolódni, de annak meg elég nagyon rövid idő is. Tehát itt van a kis edénykénk, és akkor ne sajnáljuk a kezünket, amit előtte megmostunk, és szépen vajazzuk körbe. Ezzel meg is lennénk. Én ezt úgy szoktam, hogy a káposztát két részre osztom, fele megy az aljába, és a másik fele pedig majd a tetejére. Úgyhogy most a káposzta felét bele is tehetjük az edény aljába. Egyébként erről én már leöntöttem a levet, és meg is ittam, úgyhogy ezen azért nincs lé. Nem, ezt a fajta káposztát én nem szoktam lemosni, mivel ez nem annyira savanyú, mint az otthoni fajták. De ha valaki úgy érzi, hogy vett savanyú káposztát és szeretné lemosni, akkor nyugodtan tegye meg. Ezt szépen eloszlatjuk. Erre szoktam rátenni a rizst, és arra pedig a húst. Mivel már minden kész van, ezért jöhet rá a rizs. Ide szoktam még rátenni egy pici vajat. Főleg, ha a húsunk egy kicsit parázs lett, és nem lett olyan szaftos.
gyorsan elkenegetem. Itt ott, amott. Jöhet rá a húsi. Így, ahogy van, szaftostól mindenestől. Azt is szépen eloszlatjuk a tetején. Ide is jöhet egy pici vaj. És jöhet a maradék káposzta a tetejére. Készen is lennénk a rakott káposztával, úgyhogy már csak annyi dolgunk van, hogy a nagy tejfölt a tetejére öntjük. Egy picit hagyok benne, hogyha kiveszem a sütőből, akkor még mielőtt teszünk, meg tejfölözzük. Biztos, ami biztos, jó tejfölös legyen. Most pedig mehet be a sütőbe egy ilyen 20 percre. Íme itt van a kisült rakott káposztánk, ideje lesz megkóstolni. Hogyha tetszett nektek az én elkészítési módom, akkor nyomjatok nekem egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!